Sziasztok! Ez a Faktos Beszélgetések második évadának első része. Engedjétek, hogy bemutatkozzunk. Matolcsi László, Takács Anna, én pedig Szekeres János vagyok. És a mai adás témája olvasókör, azonban is Kahneman, Gyors és lassú gondolkodás című könyvből. A szakkollégiumon belül rendeztünk egy olvasókört, aminek az volt a célja, hogy fejezetről fejezetre két hetente átbeszéljük a könyvet, és így megadva neki az intellektuális közeget, elvégre egy nagyon komoly műről van szó, ami a közgazdaságtanban alapvető műnek számít. Viszont elmondhatjuk azt is, hogy nem csak a közgazdászatnak hasznos, hiszen főként döntéshozásról szól, és nem csak egy vállalati vezetőhoz döntéseket, hanem a mindennapjainkban is. Hogy ti hogy látjátok, miként jelenik meg a könyvben elhangzottak a mindennapjainkban? Ez érdekes kérdés, mert nekem, hogy ahhoz, hogy elolvasok egy könyvet, ahhoz mindig benne van az, hogy el kell tudnom képzelni, mikor és hol fogom ezt hasznosítani. Mert ha az van bennem, hogy elolvasom és soha nem fog előkerülni a mindennapi életembe, legalább egy olyan szinten egy intelligens társaságba elsüssem különböző fontos gondolatokat belőle, akkor nem lesz meg az a haszon belőle, ami miatt megérni nekem elolvasni és rászenni az időmet. Lehet, hogy jelenleg hozzá túlságosan is ilyen utilitaristán, vagy nem tudom, hogy ezt, tehát túlságosan a hasznosságra megyek rá, de az a baj, ma már mindenkinek az idő akkora érték, hogy ez benne van, és az, amikor intézményi közgáz órán az első cikkelésre rögtön be lehetett írni ezt a könyvet, hogy mihez hasonlít ez az adott cikk, azért egy nagyon jó élmény volt, úgyhogy emiatt szerintem az, hogy ez tényleg ez egy olyan könyv, ami minden szakos hallgatónak, sőt, de minden egyetemistának igazából hasznos tud lenni, az egyértelmű. Nagyon furcsa, hogy ezt mondod, mert én a magam részéről elsősorban inkább szép irodalmat olvasok jellemzően, és nagyon-nagyon kevés az ilyen tényleg gyakorlati, megfogható hasznosságú könyv, és én pont azt vettem észre, hogy tudattalanul is, de beépítem azokat az elemeket, amiket ott tapasztalok, vagy ott olvasok. De emellett is, ugye én alkalmazott közgazdaságtanszakra járok, és ez már zavart a képzés első évében is, de a másodikban is még mindig probléma volt, hogy nem igazán kaptam elméletet a gyakorlati oktatás mellé. Úgyhogy nagyon szépen levezettünk függvényeket, kiszámoltunk hasznosságokat, de hogy zavart az, hogy nem láttam mögé, hogy mi a gondolat, vagy mi az ilyen filozófia mögötte. Úgyhogy számomra az elsősorban szakmailag ezért is fontos volt, de személyesen is, amiről majd talán később fogunk még beszélni, és nem most adom le. Igen, egyébként nem tudom, hogy volt már ilyen élmény, hogy valakivel összebeszéltek, akkor egyszer olvastok egy könyvet, és majd beszélgettek róla. Nekem ez volt az első ilyen, és én is szoktam olvasni szórakoztató irodalmat, szép irodalmat, de főként inkább ismeretterjesztő könyveket. Viszont ez a könyv szerintem különösen velős volt, tehát körülbelül kiadástól függően, meg nyelvtől függően 500-600 oldalas, és szerintem, ha egyedül kezd bele az ember, akkor vagy próbál rajta inkább átszaladni, és nem fogja meg úgy a figyelmét az a sok apróság, ami benne van, és kell az, hogy valakivel átbeszél, aki felhívja a figyelmet, hogy és ez a része, és emiatt is szerintem egy tök jó dolog ez az olvasókör, hogy teljesen új tárlatokat nyit meg, illetve sokkal több megmarad a könyvből azzal, hogy beszélgettek róla. Nem csak az a cél, hogy ledarálja az ember azt a 100-200 oldalt egy nap folyamán. Abszolút, én ezt szerintem említettem már többször is, amikor találkoztunk, hogy nem biztos, hogy ilyen ütemben haladtam volna, vagy hogy egyáltalán elolvastam volna ezt a könyvet, hogyha nem ülünk le, és hogyha nincsen bennem az a tartás, vagy az a bizonyítási vágy néha, amikor már nagyon az alján volt a motivációban, hogy találkozunk és beszélgetünk majd róla. Úgyhogy abszolút hasznos volt szerintem ez a konstrukció így. Igen, meg az is nagyon érdekes volt, hogy ugye az volt a forma, hogy mindig ugye három dolgot ki kellett emelni, nem tudom, ezt így előhetem-e, és pont az volt az izgalmas, hogy szerintem nagyon kevés olyan alkalom volt, ahogy ugyanazt mondta volna valaki. Sőt, szerintem nem is volt egy hasonló vagy témába vágó volt az ugyanaz a gondolat, de hogy ugyanazt gondoltuk volna, ilyen nem volt, hogy ugyanaz a gondolat maradt volna meg mindenkinek. Mondd egy kicsit, azt szerintem, hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy mi hogy dolgoztunk az olvasókörös. Hát úgy nézett ki nagyjából, bár szerintem kiegészítesz, mert igazából te találtad ki elsősorban, te voltál az értelmi szerzője. Ugye elolvastuk az adott részt, tehát na, abban tartott valamennyi fejezet, általában ilyen 4-5, maximum 8 fejezet, nem tudom, hogy emlékeztek nagyjából, szerintem ez volt a
alfejezet, és ugye 5 fejezetre volt az egész könyv. Igen, 5 részre, de ja, igazából kvázi fejezetre, szóval nem akarok belemenni. És az volt a lényeg, hogyha attól függően mennyien voltunk, általában 3, de volt, hogy több ilyen fő gondolatot, témát, vagy tényleg bármilyen olyan dolgot, amit felidézett bennünk a könyv, azt kell kiemelni, és akkor azokat leírt magunknak, hogy ne legyen az, hogy akkor egymásnak a különböző ötleteit lopjuk el. És akkor ugye ez alapján ment rá a beszélgetés, és akkor, hogyha egy téma kiürült, akkor fogtunk egy következőt. És akkor így mentünk végig nagyjából, de amúgy lehet, hogy kijöttem belőle valamit, nem tudom, mire gondoltam pontosan. A lényeg erről szólt a struktúrát tekintve, hogy miként lehetett jól átbeszélni, hogy mindenki megoszta a saját gondolatait a könyvet illetően. De akkor térjünk is át a témákra. Ugye mondhatjuk azt, hogy maga a könyv egy fő gondolatra fűzi fel a mondandóját, ez az első és a második rendszer megléte. Úgyhogy javaslom, hogy kezdjük is ezzel. Ugye az első és a második rendszer az, hogy az ember fejében létező ingerekre kiváltott reakció, ha kifejezhetjük így. Az első rendszer az, ami azonnal reagál, intuitív, és az azonnali gyors válasz a cél. A második rendszer viszont a gondolkodó, ami lassabb, és érdekesen fogalmazza meg Kahneman, hogy az ember alapjáraton lusta, és nem akarja erőltetni a második rendszert, elmélyülni, hanem azonnal reagálni erre az újonnan jövő kihívásra, vagy egyetlen valamilyen kérdésre. Szerintem ebben pont az volt nehéz most a könyv elején, amikor az első két, hát az első részbe, vagy fejezetbe ezt a két rendszert boncolgatja, hogy az ember azt gondolná, hogy felesbe, vagy mondjuk a másik rendszer gyakrabban használja, pláne egy fontos döntésnél. Nem. És hogy a könyvben folyamatosan haladsz, egyre több olyan szituáció jön elő, ami azt gondolnád, hogy ez egy lassú, megfontolt, nagyon fontos döntés, rengeteg tényezővel, és kiderül a valóságban, hogy egy intuíció, egy hüvelykúj, szóval egy heurisztika alapján döntesz, és rájössz, hogy igazából full hibásan. Szóval a könyvnek volt egy-két ilyen pillanat, amikor az emberben sok minden összeomlott, és azért erre azért a beszélgetések során is voltak példák. Újra gondolja az életét az ember. Kinyom is, hogy a személyesen is ráébresztették ezek. Szóval nagyon sok gondolatkísérlet van benne például, amit én nagyon elvesztem elvégezni otthon, vagy ilyen kisebb feladatok, amikről volt szó. Szóval ugye mondjuk az első és második, hogy rendszer. Anna angolul olvasta a könyvet és másra. Szókészlet, mint aki magyarul olvasta. Egy picit el kell mindig fordítanom. De hogy amikor erről is volt szó, akkor volt egy olyan kísérlet például, ami arról szólt kvázi, hogy különböző számsorokat kellett magadban átkonvertálnod, hozzáadnod 3-at és elvenned 3-at például, és hogy ez hogyan változik akkor, hogyha mondjuk különböző ingerek érnek téged korábban, és hogy mondjuk hogyan terhelődik le az egyik rendszer, amíg átveszi a másik a helyét. És hát igen, elsősorban ez, hogy ezzel is indít a könyv valahol, hogy nem jó intuitív, statisztikus az ember. És számomra ez például nagyon meglepő volt, amikor rádöbbentem, hogy így én is találkoztam ezzel az önmagam hibásságával, azt hiszem. És nagyon jó módszereket hoz Kahneman, hogy miként lehet ezeket a statisztikai becsléseket pontosabban végezni, mint azt, hogy kérdezünk tőlük, és azonnal válaszolunk. Először ne azon gondolkozunk, hogy mi a válasz, hanem hogy általában mások mit gondolhatnak, mi az az átlag, amit feltételezhetünk, és utána azt a pontos tippet, amit leszeretnénk adni, és akkor ezzel még úgy picit tudjuk finomítani. Tehát, hogy segít a könyv, és hoz példákat, hogy az életben ezeket a feladatokat jobban tudjuk kezelni. Nekem eszembe jutott itt a könyvvel kapcsolatban az elején, ami szerintem nekem a legsúlyosabb pont volt, amikor ugye arról beszél, hogy például helyettesítünk egy kérdést. És mondjuk klasszikusan egy felvételi folyamatnál, mondjuk most konkrétan az egyetemi felvételre gondolok, amikor szakot választasz, igazából nem veszed észre, és azt gondolod, hogy te elgondoltál minden opciót, a lehetőséget, de biztos vagyok benne, hogy helyettesítesz. És én magam is ezt láttam, hogy nagyon szeretem a szakomat, de hogy alapvetően szinte a véletlen sodort ide. Pénzi számítászak, ugye? Igen. És azért ebbe egy kicsit így rossz belegondolni, mert azt hinnéd, hogy ez a te tudatos, racionális döntésed volt. És pont ez kihozza a könyv, hogy nem feltétlen, vagy nem úgy, ahogy te gondolnád. Meg az, hogy sokszor valaki feltesz nekünk egy kérdést a mindennapokban, és akkor kicsit változtatjuk a kérdést. És akkor mert az első rendszer ugye egy könnyebb kérdést próbál megfogalmazni, amire egyből tudunk válaszolni. Viszont ezzel problémákat is generálhatunk saját magunknak az életben, mivel becsapjuk magunkat, és nem azt a feladatot próbáljuk megoldani, vagy nem azt a kérdést,
válaszoljuk meg, és ami a veszteség ér minket, mondjuk nem gondolunk át egy hitelfelvételt, és bajba kerülünk emiatt. Vagy segítünk valakinek, mert feltételezünk a másikról olyasmit, hogy jó ember, bízhatunk benne, és emiatt fog minket csalódás érni. Tehát szemelet kell tartani például, hogy milyen kérdésre válaszolunk. De egyébként még, amit így említettél, vagy felmítetted ezt a részt, nekem eszembe jutott még, hogy sokszor, mint kiemelendő rész, hogy mindig az utolsó inger számít, ami egy eseménnyel kapcsolatban, vagy valakivel az utolsó találkozóval kapcsolatban számít, és nem is arra érdekel minket, hogy általában hogy éreztük magunkat, milyen élmény volt mondjuk egy foghúzás, mennyire fájt átlagosan. Szóval, hogyha kapsz egy matricát a végén, akkor elfelejtem. Így azt, van. Hogy... Illetve az, amit a könyv hoz, hogy a legkritikusabb pillanat számít. Tehát a legvégés a legkritikusabb. És nem is érdekel az embereket, hogy most sokáig szenvedett, vagy csak rövid ideig, és ez általában becsap minket, mert arra gondolunk, hogy jó, gyorsan essünk át rajta, nem baj, ha jobban fáj, de legalább vége lesz. Hát ez is abban a szempontból is érdekes, hogy itt már egy picit egy más jellegű ilyen dihotómiát hoz be a könyv. Itt ugye a mesélő, az emlékező önmagad és a tapasztaló önmagad között ilyen ellentétet vizsgálja gyakorlatilag. És micsoda tapasztaló, még mesélő? Hogy úgy tudod magadat elválasztani, hogy van egy olyan önmagad, aki megéli azt, ami éppen történik, és van egy olyan magad, aki visszaemlékszik erre a tapasztalásra. És hogy pontosan ezért van ez, hogy így kiegyensúlyozod magadban ugye a legmagasabb intenzitású pontot a tapasztalásod során, és a legvégét. Mert hogy ezzel gyakorlatilag az emlékező vagy a mesélő önmagadnak szeretnél kedveskedni. És hogy ez is nagyon érdekes, hogy a legtöbb ilyen, hát mondjuk spirituális gondolkodó, vagy a legtöbb ilyen, nem tudom, mondjuk a zen buddhizmus, azok mindig az ilyen tapasztalásra és a pillanatban való ott létre törekszenek. Ugye nem tudom, a meditációban is például oda szeretnél eljutni, hogy akkor éppen egy helyben vagy, de most erről azt hiszem, hogy így is túl sokat beszéltem, anélkül, hogy kvalifikált lennék hozzá, de hogy valójában pedig igazából az emlékező önmagad számít. És hogy ez volt például számomra szintén egy ilyen meglepő tapasztalás, hogy jobban szeretik az emberek azt, hogyha mondjuk hosszabb ideig tart egy kellemetlen folyamat, de kisebb intenzitású, mert akkor visszaemlékezve az egy kvázi kellemesebb élménynek tűnik, mint egy magas intenzitású, de rövid ideig tartó folyamat. Hiszen egyszer megéljük, de utána emlékezni fogunk rá, hogy akkor mi történt. Igen, és hogy ez önmagában fontosabb. Meg ugye egy olyan példát is hozott, hogyha elmennél nyaralni, és utána törölnék az emlékeidet tökéletesen a nyaralásról, akkor is vállalnád-e ezt az utazást? És az emberek többsége azt mondta, hogy nem, mert az emlék számít elsősorban, és nem pedig a tapasztalás. De ahogy ugyanez, beszéltünk is róla a valamelyik ilyen kis ülésünkön, hogy ugyanez a tapasztalat merülhet fel például akkor, amikor folyamatosan fényképezünk egy eseményen. És nem megéljük, nem megtapasztaljuk, hanem készítünk emlékeket róla. Igen, és akkor ebből volt egy kisebb ütése, akkor most milyen arányba tolódhat el az emlékezőjén, meg a tapasztalójének való kedvezés? Mert nyilván valahol el kell osztani az összes idődet, lehetőséget, nem tudsz egyszerre fotózni, és lehet gyönyörködni a tájban, ezt egyszerűen nem tudom megcsinálni, a korátaid vannak ilyen téren. Meg nekem még az jutott eszembe, amikor olvastam ezt a megélés, csúcsérték, utolsó élmény, hogy nekünk így kis embereknek, amikor mondjuk ki vagyunk szolgáltatva akár egy műtétnek például, vagy akár politikának, akár a munkahelyünkön valamilyen átszervezésnek, hogy ha valakinek a tudatában van, akkor ő is gondolkodhat úgy, hogy jó, akkor kijelenthetjük, hogy általában az embereknek azt fog számítani, hogy mennyire fáj az adott döntés, illetve pozitív végkicsengés legyen, és akkor jöhet közben a vihar, azt fogják mondani, hogy ez jobb volt így. És akkor, hogy ez ilyen dilemma is lehet, hogy ez most visszaélés, hogyha valaki így gondolkodik, vagy éppen ezzel segít másokat. Tehát szerintem sok ilyen morális kérdést felvet a könyv, amikor ennek tudatában vagy, amit megfogalmazom a könyvben, és akkor visszaélsz ezzel, vagy arra törekszel, hogy
mindenki másnak a környezetben is jobb legyen. Ugye pont ez az, hogyha feltételezzük azt, hogy mindenki az emlékező önmagának szeretne élményeket gyártani, vagy annak élni, akkor például egy 4 éves ciklus végén miért róhatnánk fel a mindenkori kormányzatnak, hogyha pozitív döntéseket hoz, miközben előtte mondjuk 3,5 évig kevésbé voltak pozitívak a döntései, vagy a kimenetelek. Most arra gondolsz, hogy a pozitív alatt, hogy népszerűek, vagy arra, hogy kedvezőek? Hogy hasznosak a hosszú távon, mert ez egy nagy dilemma szerintem, hogy nem is azt látom egy politikai kérdésben, hogy jó vagy rossz, vagy pozitív, vagy negatív egy döntés, hanem hogy rövid távú, vagy hosszú távú. Tehát, hogy itt inkább az a dilemma merül fel, hogy meddig látnak el az emberek egy olyan helyzetben, amikor, és nem csak politikában, szerintem bármilyen szervezetnél, akármikor választásról van szó, vagy nem is választás, mint egy értékelés. Munkahelyen hirtelen a teljesítmény kiértékelés, olyankor mindenkiben van a túlulázni. Ez egy alapvető jelenség. Igen. Egy nagyon fontos elmélet, ami szerepel a könyvben is, szerintem érdemes róla beszélni. Aki közgazdaságtan tanul, valószínűleg előbb-utóbb a kilátás elmélettel, vagy angol prospect theory, ami ugye arról szól, hogy van egy ilyen görbe, ami azt vizsgálja, hogy mennyire vagyunk kockázatvállalóak, és azt mutatja, hogy amikor valamilyen veszteség érne minket, akkor sokkal kockázatvállalóbbak vagyunk, hogyha az a tét, hogy nullára kihozhatjuk magunkat. Ha már pici pluszért dolgozunk és kockáztatunk, akkor azt már másként értékeljük. És ezért nagyon fontos megint csak, hogy megismerd az embereket, hogy általában hogy döntenek. És tudod, hogy valaki egy olyan szituációban van, hogy ő a veszteségét próbálja minimalizálni, és nem azért dolgozik most éppen, hogy plusz pénze legyen, valamit tegyen a barátaiért, szeretteiért, hanem csak tényleg az, hogy megvédje őket valamitől. Igen, meg a könyv az említette ugye a szegényeket is ugyanebben a problémakörben, hogy ők gyakorlatilag rossz és kisebb rossz között választanak, és hogy pont ezért lehet, hogy kvázi racionálisabbak a döntéseik. Igen, mert ugye ebből jött a négyes mintázat, hogy mikor jön a kockázatvállalás, akkor is, amikor a várható érték nem indokolja, és mikor jön a kockázatkezelés, amikor szintén nem indokolt. Meg ami még nekem erről eszembe jutott, hogy ez is mennyire mindennapi példa. Utána végignéztem a régi forrásaimat, mert ilyet felírtam egy táblázatba, és érdekes módon, hogy amíg ugye pozitív volt az a nettó összeg, addig mindig ilyen 1,5 alatti szorzókat fogadtam meg. És abban a pillanatban, hogy átmentem negatívba, tényleg csak egy kicsivel, már a 2-es szorzót befigyeltek azonnal. Tehát ez egy abszolút olyan dolog, amit így megfigyelsz a mindennapok, és nem veszed észre. Meg egyébként, igen, ez a szegénység, meg a veszteség fel lett említve. A könyv egyébként felhozza azt az örök témát is, hogy boldogít-e a pénz, és ez egy egészen érdekes szempontból közelíti meg, de nem szeretnénk lelőni minden poént, úgyhogy ha valakit érdekel ez a válasz egy egyetemi oktató és tanár szemszögéből, akkor olvassa el mindenféleképpen a könyvet. Szerintem érdemes megfogalmazni még útravalóul, hogy ugye nagyon sokat tanultunk a könyvből, véleményem szerint, mindenki, aki olvasta, viszont mi volt az, amit mi egyenként magunkkal viszünk, és úgy érzik, hogy a legnagyobb hatással volt a mindennapjainkra. Elkezdél valamelyik ötök, vagy esetleg én kezdjem, és ezzel teremtsek lehet egy horgonyt, ugye a horgonyokról is szó van a könyvben, hogy mondtok ezzel mindenki kicsit ahhoz a válaszhoz idomul, amit először hall, vagy valaki esetleg ezt magához ragadja. Igazából nehéz, mert én nem gondoltam végül, mi az egy pont, mert nagyon sok témát érint. Tehát a könyv az tényleg egy kicsit egy ilyen egész életút, egy egész kutatásnak az összefoglalását jelenti. És egyébként pont a horgonyok jutottak eszembe, hogy talán az egyik olyan pont, ami olyan, hogy ha nem tudod megérteni a jelenséget, akkor folyamatosan ugyanazt a hibát fogod elkövetni. És ez az ördögi kör, amivel szerintem, tehát én most konkrétan személy szerint szeretek kiszabadulni minden korábban. Mert amikor azt látod, hogy hozzá egy döntés, és folyamatosan úgy érzed, hogy valami fölött elsik, az egyik legrosszabb élmény. Talán a horgonyok meg a helyettesítési hatás, ami nekem egy ilyen nagyon kulcspont volt. A helyettesítési hatás, mit értünk csak, hogy aki nem közgazdaságtan tanul? Ugye itt a helyettesítési hatás a könyvben úgy szerepel, hogy ha van egy kérdés, ami mondjuk nehéz, mondjuk melyik szakra menjek, ha már ez egyszer felmerült. Ehhez olyan információt is jelent, nem tudunk, hogy például én milyen pályát akarok választani, hol akarok dolgozni. Valójában érdekel ez a tudományterület, hogyha erről te nem tanultam.
És erre ugye a másik rendszerünkkel kéne válaszolni, ami fáj, ami nehéz, és be kell ismernünk azt, hogy rengeteget nem tudunk. És sokkal kényelmesebb az agyunknak, meg a pszichéknek is az, hogy azt mondjuk, hogy válaszoljunk egy könnyebb kérdésre mondjuk. A barátom is megy arra a szakra? Jól lehet keresni azon a szakon? Eddig mondjuk tetszett az a weblap, ami ezt a szakot reklámoztam, ezt az egyetemet? És valóságban erre fogunk válaszolni. És ezért van az, hogy szerintem, amit Anna is mondott, hogy egyszerűen azt gondoljuk, hogy csak azért, mert egyetemre járunk, vagy mert mondjuk jobb körülmények között élünk, esetleg racionálisabban vagyunk, pedig pont az ellentéte a valóság. Számomra, ami izgalmas volt, az egyrészt az intuícióról szóló rész. Ez nagyjából így azt fogalmazta meg, hogy az intuíciónak valójában csak akkor van haszna, hogyha elég kiszámítható a környezet, amiben használjuk, és hogyha mi magunk elég időt eltöltöttünk abban a környezetben. Ez volt számomra az egyik, ami igazán izgalmas volt. Illetve... Addig átveszem én a szót. Köszönöm. Még eszedbe jut. Kahneman említi ezt a könyv végén, a lezáróban. Előtte ez bennem is megfogalmazódott, hogy a könyvben hozott szituációk és példák segítenek nekem ugye ezeket felismerni az én életemben, hogy hol hibázok és hibáztam, és miként, utólag áttekintve, de az, hogy még közben magamra eszmények, hogy hoppá, erről én olvastam, hogy ezt nem így kellene, abban még nagyon sokat kell tanulni, de megnyugodtam, hogy Kahneman, mint aki ebben a témában kutat már évtizedek óta, ő is azt nyilatkozza, hogy ez mai napig számára is nehézség, viszont a problémáknak az utólagos elemzése nagyon fontos, mivel mindig a hibáiból tanul az ember, és nem a sikerekből, mert akkor csak hátradől, hogy minden rendben van, és nagyon jól csináltam. Illetve, hogy említi azt is, amit hát úgy fordíthatunk le, így nagyon röviden, hogy utólag mindenki okosabb. Nagyon könnyű egy tapasztalatsor végén azt mondani, hogy én tudtam, hogy ez fog történni a végén, és egyébként eszembe jutott közben, köszönöm szépen a gondolkodási időt, de hogy ez a külső szempont relevanciája egy bármilyen döntéshozásnál, hogy ne belülről táplálkozzon kizárólag az a döntés, mert akkor túlságosan pozitívak lehetünk, nagyon bízhatunk az erőnkben, és elfelejthetjük azokat a korábbi statisztikai empíriákat gyakorlatilag, amik pont, hogy egy kicsit vissza kéne, hogy fogjanak minket. És akkor így gondolhatjuk azt, hogy megírunk egy tankönyvet egy év alatt, vagy befejezzük azt a projektet, és az a vége, hogy 10-szeres költséggel és 8 év alatt fejezzük be azt. És akkor se jó, hogy pont ez a pusztuljon a végén, hogy akkor se égek a munkájukkal, igen. Ez azért érdekes szerintem, mert ez meg egy ilyen tipikus közeledes probléma, hogy a válságok felismerése. Utólag mindenki el tudja magyarázni, és mi is tanuljuk makromikroökonomiából, hogy a 2008-as válságot azt mindenki látta előre. Vagy most a Covid válságot is, hát mindenki tudta, hogy ez a kamat döntés fog születni. Ez egyértelmű volt. Tehát előtte mondjuk azért nem tudom, biztos volt egy-két ember, mondjuk Michael, hogy hívták a Big Shortban a főszereplőt? Most nem teszem már, de tudom ismerni. Igen, szóval tehát mindig van egy-két ember, aki tényleg éppen meglátja a lehetőséget, és valóban előre látta, de azért ez a 10 000-ből egy, vagy az 1 000 000-ből az egy. Igen. Rendben, akkor ezen le szeretnénk zárni ezt az alkalmat. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videót, és várjátok titeket az évad további epizódjaira is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!